A Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban járunk. Ebben az intézményben idén leérettségizett egy autista diák. A betegséggel élők országos szervezete ezzel a díjjal tüntette ki az oktatási intézményt, mindazért az erőfeszítésért és empátiáért, amellyel tanulójuk felé fordultak, és aminek segítségével ma már diákjuk felsőoktatási intézményben tanulhat. Andorka Gábor, az iskola igazgatója azt mondja, a siker titka a diákok és a tanárok közötti partneri viszonyban keresendő. Lehet a világ legszenzációsabb tanára, hogyha a éppen serdülőkorban lévő ifjú befeszül és nem hajlandó semmit se csinálni, megszólalni, nem tudja megszólaltatni azt a hangszert, és fordítva is igaz, lehet a legjobb képességű diák, hogyha nem akarják a legjobban megszólaltatni. Vízdán Lőci Gizella, az Esőmanok, a Tolna megyei autistákért egyesület kapcsolattartója azt mondja, igen nehéz az autista gyermekeket nevelők dolga manapság, mivel például Tolna megyében nincs autistákra specializálódó fejlesztő és képzőközpont. Ráadásul sok közoktatási intézményben nem fogadják szívesen az ilyen zavarral küzdő gyerekeket, vagy arra ösztönzik a szülőket, hogy kora délután hazavigyék őket az iskolából, mivel addigra egy autista idegrendszere elfáradt. Egy ilyen érintett család azért viszonylag perifériára kerülhet, hogyha mondjuk a család másik tagja, vagy a feszülők másik tagja nem olyan a munkahelye, vagy a jövedelme. Nem jelent az autista gyermekeket nevelők számára az sem előrelépést, hogy 2019-től a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók számára bruttó 100 000 forint jár havonta, ami a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. A legfőbb gond, hogy a kritériumrendszer, ami alapján megállapítják, hogy jár a gyerek után ez a kedvezmény vagy sem, kizárólag a mozgást és az önellátást vizsgálja, de azt nem, ami egy autista gyereknél a legfőbb szempont, a kommunikációt, a viselkedést, vagy éppen azt, hogy lehet-e egyedül hagyni. Annak érdekében, hogy a viselkedés zavarokat is tartalmazza ez a kritériumrendszer, és a különböző fogyatékossággal élők, köztük az autisták is meghapassák a gyodot, az érdekeiket képviselő szervezetek lépéseket kívánnak tenni a jövőben.